Legyen szó az év bármely napjáról, a fő cél továbbra is ott lebeg a kiváló dunaveresi sportolók előtt. Ez természetesen az olimpia. Egy világversenyre, vagy éppen bármilyen viadalra készülne egy kemény feladat. Pláne úgy, hogy Trenka János nyomán szabadon van is idő, de nincs is idő dolgozni, felkészülni. No de idő volt, legalábbis viszonylag rég hallottunk a tornászok felől. A szakembert kérdeztük arról, milyen munkát végeztek az elmúlt hetekben, hónapokban. A december az egy kellemes hónap volt, hiszen ott már nem volt versenyszezon, és még nem volt versenyszezon, és ezáltal a lányokkal megbeszéltük, hogy mindenképpen olyan feladatokat csináljanak, amivel azt érzik, hogy saját magukat tudják egy kicsit serkenteni, tehát hogy pozitív irányba terelni. Próbáljátok ki új elemeket és a többi, tehát nagyon sok újat próbáltunk csinálni. Nem kellett gyakorlatozni, félgyakorlatot, tehát egy nagyobb terhelés nem volt, viszont az edzés intenzívebbé tudott válni, hiszen több elemet tudtunk csinálni. Trenka János nagy reményeket fűz Cifra Bettina Lili szerepléséhez. A fiatal tornász az antwerpeni világbajnokságon szerzett olimpiai kvótát, és bár a világversenyig nagyon sokat kell dolgoznia, ezt a munkát talán sem ő, sem pedig az edzője nem bánja. Lili sokat fejlődik, sokat javul, de még nem stabilizálódott, tehát most természetesen arra gondolok, hogy új gyakorlatokat, új elemeket teszünk be, amivel közelebb tud jutni egy esetleges döntős helyezéshez, akár az Európa-bajnokságon, akár a világbajnokságon, vagy az olimpiára tekintettel. Ő jelen pillanatban így áll, hogy nagyon sokat kell dolgozni, és amikor már az elemek már aránylag elkészültek, azt lehet mondani, hogy 90%-os, akkor be kell lépteni a gyakorlatba, ami megint egy újabb nehézséget fog tekinteni, de ez nem csak az ő számára, hanem ez mindenkinek a számára. Már-már egy ország volt szomorú akkor, mikor Kovács Zsófia megsérült, és ezért nagyon hosszú kényszerpihenőt kellett tartania. A tornász kiválóság azonban már újraedzésben van, s bár még elsősorban korláton tud dolgozni, egyre több munkát végezhet a teremben. Őt a rehabilitációjáról kérdeztük. Ugye elsősorban nyilván korláton tudok a legtöbbet, hiszen ott ugye nem kell, nagyon minimálisan kell, csak használjam a lábamat. Úgyhogy tényleg napról napra azért kicsit így előrébb tartok, úgy érzem. Pont most is a korlátról leszállva egy új elemet csináltam, amit már régen csináltam ugye a sérülésem előtt. Úgyhogy ezek mindig ilyen pozitívumok, hogy tényleg javul a lábam, alakul, tényleg vissza tudok térni, és ezek mindig nagyon jók. Igazából a lábszerek, amik ugye ilyen kétségesek, és még ott ilyen nagyon alapokat csinálok csak, de azért már kisebb szögdeléseket, futásokat végzek. Ezeket egy kicsit egyre erőteljesebben nyilván, ahogy a lábam engedi. Úgyhogy ezek mindig azért egy ilyen nagy pluszok, és így jók a lelkemnek. Mindenki szeretné Zsófit minél előbb újra a szőnyegen látni, de ilyen sérülések után nem lehet elsietni a dolgokat. Nyilván nem szeretném sietetni, mert tényleg az a legfontosabb, hogy meggyógyuljon, és nem szeretnék igazából rásérülni. Azért nagyon közel vannak a versenyek, nyilván ez ott lebeg a szemem előtt, viszont tényleg nem szeretném azt, hogy rásérüljek, és akkor mondjuk plusz egy fél év legyen a rehabilitáció. Úgyhogy azért próbálok türelmes maradni, mindenki ezt mondja, úgyhogy igyekszem. Most pont majd igazából a héten lesz egy kontrollvizsgálatom, úgyhogy nagyon remélem, hogy már jót fognak mondani a doktorok. Igazán szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Dunajvárosnak ilyen kiváló versenyzői vannak, és szerepléseiket nem archív, fekete-fehér felvételeken láthatjuk, hanem adott esetben együtt szoríthatunk értük a mindennapokban.